ennek a rocktörténeti sorozatnak a címében szerepel gúzsba kötve, vagyis a szocializmus éveinek korlátaira kérdez rá a rocktörténész műsorvezető, mert egyes kortárs zenészek a műfajt, illetve őket kísért ideológiai ellenérzésekről, az ellenük foganatosított korlátozásokról is szóltak. Kóbor János éppen ellenkezőleg számolt be erről saját tapasztalatai alapján. Az a borzasztó egyszerű megfejtés, ami két embernek a mondásából alakult. Tehát a Rákosi az azt mondta, aki nincs velünk, az az ellenségünk. Tehát az ellenünk van. Pont a fordítottja, aki nincs ellenünk, az velünk van. És tulajdonképpen mi nem voltunk ellene. Az énekes zenész állítja, a Kádár korszak kultúrpolitikáját irányító Acél György már egyáltalán nem tekintett ellenségesen a rockzenére. Ahogy azt már az elején sejteni lehetett a Megyei Múzeum rocktörténeti pódium beszélgetésének sorozatában, hogy kevés lesz a rendelkezésre álló idő, a 2,5 óra ahhoz, hogy a 60 évet felölelő Omega életmű taglalásokon a kérdező Csatári Bence és Kóbor János a zenekar egyik alapítója bepillantást adjon abba az 58 évbe, ami nemzetközi rocktörténeti kuriózumként is még mindig aktív Omega mögött van. Az 1962-es gimnáziumi zenekarként való indulás, a korai sikerek, az új tagok érkezése, na és a szocializmus kiteljesedése idején megvalósult 1968-as angliai túra, már, ahogy az Omega egyik sikerlemezének címével éljünk, időrabló volt. Az oratóriumok keletkezéséig, az immáron 3-4 éve készülő 17. nagylemezig, a Testamentumig már el sem jutott a múzeum könyvtárában zajló beszélgetés. És bizonyára még legalább negyed órát igényelt volna az Omegára jellemző 3 nagylemez utáni stílusváltás történései, amikor hosszabb időre például az akkori Nyugat-Németországban dolgozva elkészítettek a Belafon cég megrendelésére a mindmáig 3 Space lemezt, a már említett időrablót, az azt követő Csillagok útján és majd a Gammapoliszt. Nem akarják, hogy sok mindenben hasonlítson a korszakos LP-khez a most készülő lemez. A modernséget próbálják belevinni filmzenés vonulattal, no és a mai népszerű amerikai bandák kemény stílusát is szeretnék belevinni, de az Omegás hangzásvilágnak is érezhetően meg kell jelennie a Testamentumon. Az egész Omega érzésnek, vagy ahogy mondjam, hangulati elemeknek benne kell, és annak örülök, hogy aki ugye először hallja ugye az anyagot, véletlenül belehallgat, mindenkinek az első, hogy hú, nagyon Omegás. Tehát, hogy a Gammapolisz is más volt, mint már a Csillagok útján, de az időrabló egész más volt, mint a 6-os lemez, a 4-es lemez egész más volt, mint az Északai országút, a 10.000 lépés egész más volt, mint a Trombitás Frédi. Tehát az Omega az folyamatosan keresett érdekes kihívásokat a zenébe, tehát nem egy stílusban, hanem ami ránk hatással volt, megpróbáltuk azt visszatükrözni. Nem is mi fedeztük föl, a közönség, tehát akik szerették az Omegát, találták ki, hogy mi 3 lemezenként váltunk stílust. Tehát volt 3 beat lemezünk, 3 hard rock, 3 space, 3 ilyen progresszívebb. Most azt mondom, hogy most már ilyen totális zenébe kell gondolkozni, és ez a Testamentum, ez valahol ez lesz. Az utolsó koncert időpontját nehéz megjósolni, a most kitört koronavírus, maradjunk annyiban, nagyobb veszély, mint a meghatározó zenészek pillanati egészségi állapota 70 fölötti átlag életkora. Azt szerintem egy ember, vagy nem ember, kivételével senki nem tudja, ha egyáltalán. Ebben nem nagyon foglalkozunk, azt sajnos persze, hogy figyelembe kell vennünk, hogy fiatalodni nem fogunk, de annak is nagyon kell tudni örülni, ha az ember még mindig tudja ezt viszonylag egy jó szinten csinálni, és az biztos, ha nekünk valami határt fog szabni, hogy szabad-e még színpadra lépni, az, hogy milyen színvonalon és körülmények között tudjuk. Én úgy érzem, hogy most ez a Testamentum még abszolút tud Omega szintű lenni. Magas a mérce a végrendelet a Testamentummal kapcsolatosan. Alig ha véletlen, hogy az elmúlt években készült egy-egy számot
amit a rajongók népes tábora a világhálón megismerhetett, utólag értékelve nem tartották alkalmasnak arra, hogy felkerüljön a feltehetően utolsó nagylemezre. Év végére a testamentum befejezését ígéri Kóbor János. Ha lennének szabadtéri koncertek nyáron és ősszel, tervezik, az új LP-ről is ízelítőként eljátszanának néhány betétdalt, és persze az új nyitányt és az új finálét is.